Nem hoztunk ágyat! Ezt nem hiszem el! Ágyosan! És már ott vannak a szörny... Jó, meghaltunk. Végünk van. Alvágy. Itt van a gonosz! Hol az éjjám? Az éjjám! Nincs nálam éj! Levenette direkt velem a farmos részhez, hogy utána ne tudjam támadni, mikor ő meg akar, hogy az életem akar tölteni. Gyorsan! Elkapom! Elkapom! Tudtam! Tudtam, hogy ezt akartad! Tudtam, és meglövi a csucskát! Na meg is érdemled! Na hello srácok! Ez itt a Minecraft sorozat 24. része! Mit tört el? Itt is vagyunk a következő Minecraft résszel. Áj, most nincs nadrágom, mert a Krisztián eltörte. Hát ezt nem hittem el. Meg is érdemled, meg kellett engem támadni, mi? Direkt nem is lőttem meg a csocskát. Szentinel Tamás morog. Szentinel Tamás! Szentimenti Tamás. Mi a helyzet? Hello, Szentimenti! Szentimentális Tamás! Szóval, srácok, a mai részben azt terveztük, hogy a sok-sok ideje emlegetett lombot most elkezdjük megépíteni. Nem biztos, hogy be tudjuk fejezni ebben a részben, de legalább elkezdjük. Hajj! Megfogjuk, és ezt a rengeteg lombot most megfogjuk, és el fogjuk használni. Nekem is adjál már! Jó, adok, ne rögödjál meg. Azt kéne eldönteni. Nincs bambuszunk! Nincs bambuszunk, te őrült! Nincs bambuszunk. Nincs. Bakker, akkor el kell menni találni, nem? Kalandorok vagyunk, vagy mik? Hát, lombépítők. Lombépítők, kalandorok, juhú! Így az világ, jövünk! És szedünk belőled bambuszt! Öltöz már te, fel a kalandra! Hova öltözzek már, hova öltözzek, mi? Fel a kalandra! Vegyél magadra valami kesztyűt. Igen? Hey, hozzá innen? Mi van? Mi van a... Nem, semmi nincs ott, menj innen csak nyugodtan, jól van. Hey, menj innen, ráálltam a tetejére, így nem tudod levenni, na. De hogy nem simán. Nem, igen, állj rá ennek a tetejére, hogy meg ki át tudom nyitni. Ez meg erő! Az én csencsákány az már milyen régen beszéltem. Kedves én csencsákány, hogy érzi magát? Hogy érzi magát, kedves én csencsákány? Hol a jó? Feláldozunk neki egy húst. Tessék, kedves én csencsákány. Na, meg is vagyunk. Köszi, hogy adta nekem egy húst, Máté. Nem ellopja az én csencsákánytól. Oda ugorj le, megint azt mondod, hogy én csak nem nyúlunk hozzá. Ki nyúl hozzá? Én nem értem, hogy te még így gondolod, mindig azt nyomnál nyolnak. Na, inkább aludjunk. Gyorsan, szerezünk kaját. Jaj, ne becsúsztam a félig a izébe, a lomba. Hogy lehet kaját szerezni, amúgy? És én veszem fel. Mennyit adtál? Egyet, de amúgy itt van benne a ládában egy rakás. Az az enyém, úgyhogy csak csinyán vele. Akkor én csinálok kenyeret. Na, Máté! Máté! Figyelj rám, Máté! Hogy... Vigyázz már! Most... Hogy... Ez nem elég vigyáz neked? Na, így kell vigyázz már. Hogy... Hogy... Hogy is van? Na, már én is vigyázz márok. Hogy... Reggel hatkor kanés! És indulunk bambusz keresni! Megértük egymást? Nem. Levekés! Sohonap kerés! Most eszembe! Aj, milyen kifes kis, fehér kis öltönybe kihúzta magát, ura! Haverom, Máté barát!
tudom. Nem viszük magunkkal a Jimmy Jacket meg a Jonathan? Ez nem is rossz ötlet, ez nem is rossz ötlet. Akkor rakd vissza azért a lombot, te őrül. Nincs jó van. Mi volt ez a hangulat? Na, hangulat okay. Az mondja. Ja, valószínűleg nagyon messze lesz innen bambusz. Uh-huh. Ezért szerintem vigyünk magunkkal olyan dolgokat is, amiből esetleg tudunk építkezni, meg ilyesmi, hogyha egy ilyen szállást felépítünk magunknak, akkor... És akkor tudunk oda farmot, ilyeneket. Tudod. Ja, meg tábortüzet, hogy tudjunk csinálni kaját. Minden, ami az élethez kell, és akkor ilyen kis izét csinálunk, ilyen kis egy helyet. Hogyha megint arra járunk, akkor lesz ott egy kis házikó, mint ahogy az izén van, tudod, ott azon a téli izén. Igen, emlékszem. Srácok, aki emlékszik arra arra a kis házikóra, amit csináltunk ott a domboldalban, még a... Nem is tudom, a tizedik részben hát, talán? Hát valamelyik, belakjuk ide a infoboxba azt a részt. Az írja le a kommentben. Ja. El fog halni. Júj, már azt hittem, hogy eltűnt a crossbowom. Na, én mivel nagyon menő vagyok, ezért a gyémánt páncélt azt rárakom a Jimmy Jackre. Vagyis nem a Jimmy Jackre, hanem a Jonathanra. Há. Ja, ez igen, arra a Jimmy Jackre. Nem, há. Nem rakom rá a Jimmy Jackre, a Jonathanra rakom rá. Ez miért van így? Ja, én tudom, hogy miért van így. Én tudom, hogy miért van ez így, mert itt felrobbant egy creeper valamikor. Valamikor, nem tudom, nem tudom mikor. Páran tudják, hogy mikor. Páran nem érted. Jonathan! Wii! Ez az, Jonathan! Indulhatunk! Wii-o! Jonathan alva. Ha! Srácok, nem sokára jön ki amúgy az új frissítés a Minecraftban. És ilyen... Tényleg, alig várom, juhú! És ilyen izék lesznek. Ilyen barlangok, meg... Ja, meg hegyi kecske! Barlangok, hegyi kecske lesz, meg izé... Jössz már? Igen, csak most minden nélkül induljunk, úgy jár. Júj, meg jó, hogy mondod. Meg jó, hogy jó. Nem indulhatunk el, hát ez a legfontosabb dolog, amit eszembe jut. Becabotot is viszek magammal, esetleg megéhezek útközben, és akkor gyorsan leugrik az ember a folyóhoz, fog egy-két halat, azt már el is van a gyomba, értétek. Aha, lasszó, itt is van, kettő darab, Krisztián. Nekem is van egy lasszó, nekem is van egy lasszó, nem kell adnod a sajátom. Oké, oké. Semmi ízém nincs, le kell gyilkolnom pár kirkét. Ott van egy rakás hús, vegyék ki, az kész. Na. Tollam, nincs nyilvesszőm. Szerinted az engem érdekel? Csuskát elvigyük, vagy itt hagyjuk? Hát, nem tudom, szegény ma olyan rég mozdult, ki lehet, hogy el kéne vinni, csak... És hogyha... Igen, csak hogyha valami baja lesz a csúcskának. Ha valami baja lesz, akkor mit csinálunk? Mint a Péternek, akit a Máté hát... megölt. Gonosz, kardos jelenlétével. Nyugi csúcska. Igen. Csúcska. Te legalább élsz! Nem úgy, mint... Péter! Az már nem él! A Péter! Hát azért a csúcska az keményen, mint a Péter. Ezt most nem gonoszságban mondom. De hát figyelj! Csúcska! Készen állsz a galandra? Ezt ugye nem is gondoltad komolyan. Nem tudom, hogy az arany... Hát inkább nem kockáztatom meg a Jonathant. Hogy aranypáncélban viszem el, hanem inkább rárakom a gyémánt páncélt. Johnny-tán. Nem ész ki! Rossz tehén! Ezt kicseréljük. Jonathan. Ezt meg visszaviszem. De fes lett a Jonathan! Csuska, neked is tetszik? Ha nézem, ha megint is Jonathan. Jó, nézed, én addig felviszem a ruhát. Indulás akkor, Krisztián, nem maradhatunk itt sokáig. Jó, sietek. Kriszte is rakd rá, De ne már, mit csinálsz, te őrült? Nem. Ez megőrül! Oltasd már a veszett kutyádat! Hagy marag! Hogy merény! Meg is érdemled! Miért kell ilyen gonosznak lenni, mi? Nem is csináltam semmi rosszat! Mi az, hogy megérdemlem? Hát semmit nem érdemlek meg! Zőrült, veszett kutyád! Megharaptam, amit elevér!
Nem, nem, hanem izé mérges rád, de, azért meg ganasz vagy. De, de jó kis csirkes ősül ott nekem. Na, menj innen! Menj vissza, neveld meg a büdös kutyát. Megvan nevelve, hogy ilyen gonosz, gonosz embereket megtámadjon, mint amilyen te is vagy. Ez megvan neve, azt jön fel az ember. Na, Krisztián, gyorsan menj el, hogy fel tudjam vinni, hogy ne legyél közelébe. Hogy ne legyen rád mérge. Hát nézd meg, nekem kell itt alkalmazkodnak büdös csúcskához. Jó, de gonosz! Mindenki a kommentekbe írhatja. Krisztián, de gonosz! Igen, én vagyok a te gonosz. Igen. Én vagyok a te gonosz. Igen, te vagy a de gonosz. Igen, te vagy a de gonosz. Na menjél már lefele! Mindjárt mutatok én de gonosz neked. Nézd meg, a kutyája belém harap, ő meg megüt, és én vagyok a gonosz! Hát az álmá, meg a mellett kis barátocskám, he! Ezért mész van, meg legy be, majd lefele megy a nap. Mindjárt megsül a csirkém, addig domjál be egy nyugodt zenét, és akkor... Jó. Csucska, csucska, hol vagy? És leesek véletlen, ezt nem hiszem el. Ezért mondtam, hogy menjen, hát nem vagy képes elmenni, hát akkor így járta. Na, csucska, gyere már, itt vagy, jó. Nem hagyd már. Helyére került a csucska. Nézd, ide. Nem kell félned a... Nem fel kell félned, te kis csicska. Nézd csak ide, ha nem hagy békén a kutyád. Hello, hello, mi? Akkor drasztikus elemekhez fogok ám nyúlni. Igen, csak nem ahhoz, ami a hordódban van. Mi lehet az a drasztikus elem, mi? Induljon. Mi lehet az? Jó, de akkor már aludjunk, ha már így elhúztad az időt már megint. Én húztam el. A veszett kutyáddal, már mindenem meg van, 28 veszőm van, van 21 csirkém, van magom is. Na, Krisztián, induljunk, légy szíves, mert most már lemegy a nap. Vagy se pont most folyam föl. No. Oké, okay, mindenünk megvan, beszéljük át. Akkor menjünk a lovakkal. Menjünk, de azokkal nagyon kell vigyázni, azt ugye tudod. Gyorsan most csinálok egy papírt, amiben... Jó, csinálj papírt. Amit csinálunk, térkép? 1, 2, 3. Azt is csinálhatnánk, de most azt nem csinálunk. Azt csinálunk belőle, hogy egy papír darabot. Ott is van, meg is van, kész is van. Ez micsoda? Itt van a koordináta. Wow! Jó. Hát mi? És ezt nem tudom, hogy minek a koordinátája, te barom. De hát ezt tudom, hogy mi a koordináta, te. Tudom, hogy minek. Jó, csak hát akkor kéne izé. Mert azt mondom, akkor kéne ilyen izéket, hallod? Na mindegy, induljunk el, majd megbeszéljük. Jó, bár, csak ne félek, gyere. Hogy valamit nem viszek. Hát és akkor majd szerzünk. Hát ezt mind is, ezt is semmiből szerezzük, ezt a cuccokat. Na, mehetünk! Juhú, kalandor zene! Szerbusz ház! Szerbusz Sentinel Tamás! Szerbusz csucska! Hello. Nézd már, milyen király ez a rész, ez farm! Ez van képített. Ez? Ú, tényleg, ez de jó! Wow! Ja, tényleg, Krisz, el sem mondtam! Mit? Te nyerted meg! A versenyt! Gratulálunk! Gratulálunk! Ez az! Én nyertem! Juhú! Juhú! Ez az! Tényleg én nyertem! Aha! A srácok téged szavaztak meg, hogy te nyertél! Ez az! Én nyertem végre! Végre valamit megnyertem! Juhú! Ja, de már előbb is nyertem, amikor szétvertem a fejedet! Ez az! Ez az! Én meg a nagy nyerő! Hát azért azt nem mondanám, de... Jimmy, gyere. Jaj, nem, most a kapát is hozom, az meg nem kell. Na, gyere, gyere. Jonathan, induljunk! Kalandor zene! Hogy kell leszállni? Hogy kell leszállni? Sehogy, mehetünk, gyere! Valahogy le kell szállni. Ráraktad a vas cuccot? Hol van a vas cucc? Aj, most már nem érdekel, most már így marad. Hol a vas cucc? Sehol. Na, mehetünk! De szerintem meg fog halni a Jimmy. Aj, de miért vagy ilyen béna? Azt sem tudom, hogy hol van, keresztem. Akkor vigyázzál Jonathanra, itt vagyok. Vigyázzok, itt visszalököm a Jonathant helyére. Húzzá vissza, de te büdös ló, nem igaz már, nincs megnevelve. Júj, de gonosz! Gonosz, még a lóval is gonosz. Nem csak a kutyával gonosz, hanem még a lóval is. Nézd meg! Biztos, hogy kell neked ez a vasruha, mi? Aha, igen, jó, hát akkor majd odaadom, akkor kedvem lesz. Hello, ne nekem add a Jimmy Jacknek, a Jimmy Jacket meg akarod, hogy halljon. Megőrült egy barát. Ez az, Jimmy Jack, a legkeményebb lóvilágon! Jó!
Jó! Yeah! Na mehetünk! Ez mi ez? Erre indulj, jó? Arra, mert arra még nem voltunk. Arra még nem mentünk el. Akkor menjünk arra. Nézzük meg a kezdő izét, ahol kezdtünk és a fát vágtuk. Jó, jó, nézzük meg. Megnézzük a kezdő izét, ahol vágtuk a fát. Bele ne menj a folyóba, ott a keskeny részen gyere át. Na. Hogy lehet kiugrani? Hát, azt csak a nagyon profik tudhatják. Igen, mint én. Na itt van, itt van, az első részből. Ja, de fura. Ez az első fa, amit kivágtál. Itt loptad el a fámat még. Nem is loptam el, te hazug. De most ugye te nem szedegeted föl innen alul a fát, amit én kivágok. Lopod el a... Miért? Nem mondtál, nem mondtad, hogy milyen szabályok vannak a faszerzési izén. Hát olyan szabályok vannak, hogy nem lopunk. Nem is loptam el, mit hazudsz, te hazudék. Loptad el a fáma. Szerintem induljunk el erre, és akkor majd meglátjuk, hogy mibe ütközünk. Hát, izét, ott vannak fehér lovak, wow! Jimmy Jack, hát, rokonai. Dzsungelt kell találnunk, úgyhogy azt keressünk, hogyha esetleg... Hő! Úgy bele ne esz a vízbe, mert megfullad a ló. Jó. Ó, ezt a Jonathan hogy száguld a hegy oldalon! Ui! Ui! Hol vagy? Hol vagy? Én a hegyen fönn. Mert te hol? Hát én még itt nem vagyok fönn a hegyen. Várj, oda megyek hozzád, mert csicska, és nem tudsz ide találni, bén a gyerek. Jé, yeah, srácok, újra kalandozunk! Ez az! Hú-hú! Mikor volt utoljára ilyen? Hát nem tudom. Ugye tizedik résznél? Új, vigyázz, azt őrület. Semmi baj, Jonathan az kemény ló. Simán bírja az ilyet. Igen, hát Jim Jacknek nem is kell bírnia, mert ő olyan ügyes, hogy ő simán leszök el a hegy oldalon. Leszök el? Na jó. Ott van valami büdös izé, ilyen sárga ló. Az micsoda? Sárga ló? Láma! Láma! Jaj, jönnek már, mert találkoztunk. Ja. Vagy nekem már találkozunk, mikor köpködött a láma, ja, emlékszel, ja, ja. És téged leköpött, és én meg leöltem. Haha, te vicces volt. De köpködöd a Mátét, mi? Köcsög. Nézd már engem is leköpött, miért mit kérdezte magadról? Azért álljunk már le, tó vagy te, mi? Azt a mindenség, de lávamester! Ja. Na lávamester, óvatosan menjél, mert itt ott ilyen gomba! Sötét fa erdő! Na, ott nem fogunk tudni átmenni, mert... nézd meg, már sötétedik, és már sötét... Sőt, már sötét van! Erre menjünk, Máté! Nem hoztunk ágyat! Ezt nem hiszem el! Gyorsan! Ezt nem hiszem el! Mondom, direkt el fogunk felejteni valamit! Ezt nem hiszem el! Ez az... Direkt elfelejtettem! És már ott vannak a szörny... Jó, meghaltunk! Végünk van! Az micsoda? Krisztián, gyere gyorsan, gyere, mert le fogsz maradni, és meg fogsz halni! Mini zombi, gyorsan! Izé, bárányt minél előbb, vagy menjünk haza gyorsan vissza. Még három kell. Jó, kettő. Látom, van a bárány! Ne, Jonathan, vigyázz! Barom, mit csinálsz? Ott van bárány még, Glenn! Gyere le! Hol vagy, nálad mennyi van? Meg fog halni! Három. Gyorsan menjünk valami izére! Valami gyors, biztonságos helyre! Gyorsan van, biztonságos helyre van, biztonságos helyre! Ne állj már meg, Jonathan! Ne menjél már, te őrületes ló! Te őrületes ló ember! Én itt szaladgálok jobbra-balra, keresek bárányt! Majdnem beestem a Jonathannal egy hatalmas lyukba! Hú, de jó! Kalandoztunk 5 percet, és utána visszajöttünk. Mi a szar! Milyen hadsereg van itt? Jimmy Jack! Azaz Jonathan! Mindig Jimmy Jacket mondok, mert fagyatékos és ugyanúgy nevezi el a lovát. Mert a legkirályabb a Jimmy Jack. Miért van Creeper a birtokon? Nem tudom. Hát mit csináltál a béna? Két Creeper van a birtokon. Tudod, hogy miért? Szerintem a Nether portál, amit csináltál. Az nincs izé, az nem tudnak ott átjönni. Máté, hello, itt vagyok fönn, hello! Hello! Hú, visszaértünk, yeah! Ennyi volt a kalandozás, na mehet! Hú, hát ezt nem hiszem, komolyan mondom, hogy ilyen szerencsétlenek vagy. Tudod mit, Máté? Most itt eszembe. Most, hogy így újra kezdtük a dolgokat. Nézd csak, szerintem induljunk el a izén keresztül, mert arra még sosem mentünk tényleg.
itt a nyírferdőn keresztül arra. Igen, arra még soha, én is azt mondtam. De először aludjuk át ezt a viharos éjszakát. Jó. Aludjuk át, és akkor indulhatunk. Megcsináltad az ágyad? Megcsináltam, itt van, itt van. Reméltem itt is. Van. Na szóval, mert... Akkor végül szerinted vigyük a lovakat? Szerintem lehet, hogy nem kéne, nem. Ne vigyük a lovakat? Igen, mert olyan veszélyes. Csak akkor mire jók a lovak? Érted? Ne vigyük őket. Egyenlőre. Aztán majd később lehet vinni őket. De most egyenlőre ne vigyük őket. Jimmy Jacknek is gyémánt pálcia lenne, mint egyeseknek, akkor lehet, hogy könnyebb lenne a Jimmy Jack. Nem, hanem Jimmy Jack is ilyen király Jonathan lenne, akkor lehet, hogy könnyebb lenne. Induljunk! Ágyunk van, kajánk van, építőkövem van, ezért lerakom azt a szart. Mi az? Kapa. Haha! Háj, na induljunk! Elégyél már lefelé! Elégyél már lefelé! Jó, elégyél, nyugodtan. Na. És ráugrik a fejemre, ez barom. Hát figyelj, ilyen az, aki a talpam alá való. Nem viszük a lovakat, így megyünk. Azt a rohadt, de megijedte. Erre még soha életünkben nem mentünk el. Ú, de szép a ház, bárha, hogyha meg lenne építve a lomb, akkor jobb lenne, de hát most pont ezen dolgozunk. Elmegyünk bambuszt keresni, hogy tudjunk állványt csinálni, hogy tudjunk lombot csinálni. Juhu! Gyorsan, mielőtt beészakásodik, azelőtt gyorsan kell találnunk egy nagyon jó helyet, ahol letáborozz. Jó, Máté. Aha. Hoztál magad a papírt? Milyen papírt? Ja, aha, igen. Papír. Hát igen, mondjuk a lóval egy kicsit gyorsabban tudunk haladni, de mindegy. Fő a biztonság, nem igazam van. Hú, meg ismét jön. Kalandozunk, yeah! Tök jó! Megedettük a hálatokat? Igen, én megetettem a csúcskát. Az állatok meg tudnak magukról gondoskodni, mert nekünk intelligens állataink vannak. Jó, na akkor ide menjünk föl, kilátás szempontjából. Krisztián, a dzsungelt látsz, akkor azonnal jelented. Megismerteltük egymást. Aha. Na, azért is mondom, barátom. De jó, hogy ez a fa, nem? Na. Aha. Jó, szerintem most... Majd... Kalandozzunk egy kis izé, kis jó kis izé, tudod. Ja. Egy jó kis kellemes kis helyet kell találni éjszakai táborozás szemben. Hát egyenlőre még nem kell vele törődni, mert hát még azért messze van az az éjszaka. Ja, ott is van sötét erdő. Sötét erdő? Az már jó jel. Az már jó jel dzsungel szempontjából. Fölmegyünk ide a csúcsra? A csúcsra? Aki hamar felér, az király. Nem, mert az a csicska. Ez az, te vagy a csicska. Na jó. Nem, én is nem vagyok csinálni, ez a csicska. Na, várjál, én tudod, mit csinálok? Felhúzom a látómezőmet, azaz a látótávomat. És körülnézek. Dzsungel reményében. Körülnézek. Eddig dzsungelnek a nyomát sem látni. De miért mindenhol csak erdő van? Azt valaki el tudná nekem mondani? Ott van Sprucevude. Ja, Smalle. Már te itt ők lenn. Hello. Hello. Mi a helyzet? Amúgy ott szembe lejössz, és ott van víz, és le tudsz jönni. Igen, de ja, látom. Én is tudtam volna. Nem látom, sehol nem látok dzsungelt, Chris. Juhu! Sliding. Ott egy kőpók. Úsztunk fel a vízesésen, yeah. Jó. Azt a milyen gyors vagyok, hát Michael Phelps. Ha, kis csicska Krisztián meg milyen lassan jön. Na. Új napvirrad. Vagy hogy mondják. Új tájakat itt látunk. Itt egész jól tudunk haladni előre, nem? Aztán mindjárt esik az esőt. Ja. Hogy be van barú, ami? Vagy neked nincs? Nekem nincs bebaró. Krisztián! Eljött az éjszaka! De most nem menj már! Gyorsan, akkor gyere! Gyorsan, de körül akarok nézni még, jój! Na, hogy gyorsan néz körül, azt utána izé, hogy alszunk itt a hegy tetőn? Hát nem tudom, még körül akarok nézni, 100%. Jó, ez elég király, a hely, várja. Hát, Krisztián, erre se felé sincsen dzsungelej. Itt egy most már éjszaka van. Jönnek a szörnyek, gyere gyorsan. Gyorsan! Hé, de most nem olyan csicska izét építsé.
Nem árt, de most ne ronsd már el a kövenket! Csak aludjunk simán. Azért hoztam követ. Na, amíg te építkezel, én már alszok. Hát igen, ez igazi társ. Itt hagyja. Hát ez nem igaz. Fölépíti a társának a izét. Halára dolgoztat. Ez őrült. Na. Olvad el a hó, ahogy benn van a házban. Hát a fákja miatt. Jaj, jó kis faharasztó nap után, mi? Ja. De jót aludtunk. Na jól van, Máté. Ja, de jó volt. Kalandunk. Innen folytatódik. Nézzük meg a tájat, ami vár ránk. Utunk nehéz lesz és rögös. De a végén biztosan találunk bam. Biztosan találunk bam. A végén biztosan találunk bambuszt. Igen. Ah. Jó, akkor menjünk. Ah!